minden nap, mikor eljön az este. Állok az ablak előtt, várok egy hangot a csendben. Várom, hogy eljöjjön ő. Minden nap, mikor fáradtam végre, már haza indulok én. Jól tudom, senki sem vár rám, senki sem jön majd elém. Néha gondolatban átkarolsz, és itt vagy velem. Hát akkor szép estét kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszönöm minden kedves rádió hallgatót. Önök a Mercy Rádiót hallgatják, 18 óra 54 perc van, és a mikrofonnál Hegedűs Erzsébet. És Train a Miki. Szia drágám, hogy vagy? Szia édesem, köszönöm szépen, én nagyon jól vagyok, hiszen itt van egy nagyon kedves barátnőm, aki meglepetés vendég a mai napon itt a Mercy Rádióban. Na hát kit tisztelhetünk meg a mikrofon mögött? No, mutatkozzál be, légy kedves! Hát nagyon sok szeretettel köszöntenék minden kedves Mercy Rádió hallgatót. Hát engedjétek meg, hogy bemutatkozhassam nektek. Kami vagyok. Szia Kamikám, hogy vagy Kami? Olyan vidám, friss hangod van. Köszönöm, köszönöm szépen. Jelenleg egy kicsit stresszesen, ugyanis innen tőletek én utazom Ausztriába. Aha, értem. És? Na, ne próbáldál megdumálni. Egy kicsit izgulsz, na legyél már nyugodt. Na jó, egy kicsit izgulsz, hát én izgulni szoktam, igen, de... Máshol kell izgulni. Máshol. Én úgy gondolom, hogy a rádió... Pénzkiadáskor. Az is egy kellemetlen dolog. Na, Kami, valamit, hogy kérdezem meg először is, hogy azon kívül, hogy izgulsz, hogy vagy? Különben, hogy mennek a dolgaid? Például láttalak minap a tévében. Melyik tévében láttalak? Merre jársz? Melyik televízióban? Milyen programod van? Hát igen, köszönetet mondhatok a Nóta tévének. Azon belül a Pertu Party van, igen. Ott láttalak én is, meg gondolom a Miki is. Igen, hát azért kérdezem. Igen, igen, a Pertu Partynak, a műsorvezetőjének, Jolinak köszönhetem a segítséget, és azon belül ugye a stábnak és a szerkesztőségnek. Na, ezt jól megmondtad, a szerkesztőségnek. Köszönöm igen. Szépen. Na. Üdvözöljük őket. Na, hát, nagyszerű. Jó. Valamikor még jócskán, nem tudom, még az 1800-as években készült neked egy lemezed. Nem az első, én a másodikra emlékszem. Mert de egyáltalán hány lemezet készült, hiszen én tudom azt, hogy mi is adtuk ki, amit itt a Mercy Rádió hallgatói már elég sokat hallottak is, hiszen a 20 karát című albumodat, azt mi már elég gyakran adjuk, de hány albumod jelent eddig meg, és hogyan állsz a következővel? Na, csupa fő vagyok. Hát tulajdonképpen 2006-ban jelent meg az első bemutatkozó szólóalbumom, Amore Mio címmel, ami, hogyha jól emlékszem, igen, 11 dalt tartalmaz, saját dalt, aminek én vagyok a zeneszerzője és szövegírója. Hoppá, zeneszerző, szövegíró, micsoda jó szó, figyelj! Mondjad, édesem, mondjad! És a második az pedig tavaly jelent meg, amit köszönök nektek, és köszönöm a segítségeteket, hiszen nélkületek nehéz lett volna. Na, azért megoldottuk. Tehát köszönöm Erzsikem, és Mikikem. Igen. Én megmondom őszintén, nem mindenkinek szájbőgőzök. Megint ja, és kitáros. Igen. Na hát, mit szólnál hozzá, egy dalt ebből most megengednék, lejátszanék szerinted? Ez a Zsámozsá, ennek mi a hivatalos címe, tudod? A Zsámozsá? Igen. Na, fogas kérdés, akkor indítom, és akkor majd a kedves hallgatók talán. Hát akkor csenduljön fel. Love.
köszönöm a kedves rádió hallgatókat, 19 óra van, híreket mondunk a hírolvasó Hegedűs Erzsébe. Hát, ma sem lett jobb, semmi sem, rosszabb sem. Köszönjük szépen, Hegedűs Erzsi híreit hallották, és menjünk tovább, a Merci Rádiót hallgatják ezerrel. Ma este, legalábbis most már 19 óra van, lehet azt mondani, hogy este van. Kami a vendégünk, Kami. Kami, hogy jött ez a név neked, szívem? Hát a Kaminak tulajdonképpen sokan faggatnak, ugye, hogy hogyan. Hát én ezt egyelőre még titokban szeretném tartani. Ja, ide titokzatos. Igen, vagy. Tudod, amikor valaki titokzatos, minél titokzatosabb valaki, Kami, most annál érdekesebb, úgyhogy ezt ez most talán... fiúnév? Most akkor csak egyet áruljál el nekem, légy szíves. Ez fiúnév, papírforma szerint, vagy lánynév, vagy valaminek a rövidítése? Mit engedett fiúnak a lányt? Jó, akkor tudja nagyon jól, egyébként kedves hallgatóink, akik még nem látták személyesen a Kamit, egy bombázó szőke csaj. Most fölraktam és egy fantasztikus képet a mozgása, úgyhogy... Igaz, hogy igen, ez egy 5 évvel ezelőtti nagyon képed. Nagyon de kínos. Úgy semmit nem változtál, csak a hajad nőtt meg. Kravatnyi Angica, szia Erzsike és Miki, szeretettel köszönök benneteket és a kedves vendégeteket is. Szép estét kívánok, minden puszi szán hozzádok. Fú, adjunk mi is neki puszit, anyu. Csup, 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 csup. Na hát aztán megkaptad a puszit, te is aztán nézzük akkor. Hát Kami a vendégünk. Kami, az imént bejátszottam azt a dalt, ugye, hogy a 20 karát lemezről. De mi lenne, hogyha a 20 karátot adnánk be, anyu? Mit kell tudni a 20 karátról? Hogy keletkezett ez a dal, Kami, hogyha megkérdezhetem tőled? Hát ezt nagyon gyorsan el fogom mondani. Úgy született a dal, tulajdonképpen 5 perc alatt született a dallama. De nem úgy született, hogy aludtál, felkeltél, és aztán mondtad, bang, ben. Nem, jó, oké. Okay. Mert általában minden zeneszerző azt mondja. Nem. Mondja, szívem, beléd folytottam a szót, elnézés. Tudom, amikor elkezdek meditálni. Bekapcsolom a meditációt. Most ez komoly? Ez komolyan. Meditálsz? És akkor igen, nagyszer, a fentiekkel, és akkor így jön egy csapásra. Jó, az égiekkel. Ezt jó hallani, de hát ne ilyen vidámak mondja, de igazad van, te egy vidám csaj vagy, és a vidám csaj azt mondja, hogy beszélgettem Jézussal, és közben azt adta nekem, hogy csináljak egy ilyen dalt. Hát akkor fogadják nagyon sok szeretete. Miről szól a dal, még előtt elindítanám? A 20 karát, hát ugye, hogyha 20 karátos gyémántunk lenne, akkor azt hiszem nem nagyon kellene szükölködni. Úgy szeretlek, mint a 20 karátos gyémánt, vagy annyit érsz nekem, mint a 20 karátos. Jaj, a 20 karátos gyémántom lenne, akkor én is, akitől kapnám, nagyon-nagyon szeretném. Jó, hát akkor csenduljön fel a 20 karát, hát akkor szóljon. 20 karát, 20 karát, 20 karát, 20 karát.
Na kérem szépen, hát akkor menjünk tovább, a vendégünk Kami ma este. Ne felejtsék el, önök a Merci Rádiót hallgatják, 100%-os magyar zene. És azért nézegetem itt a beírásokat, anya, te is nézed őket? Igen, és még annyit szeretnék elmondani, kedves barátaink, rádióhallgatók, hogy nagyon-nagyon nehéz saját dallal kitűnni. Ugye, Kamika? Hát ez nem 100 forintnak 50 a fele, nem? És ezért nem, én legalábbis én mindig ezt mondom. Hát igen, egy feldolgozott sláger, ami régen ugye nagy sláger volt, és most is az, sokkal nehezebb. Az sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb, illetve elnézést, sokkal könnyebb, mint egy saját dalt befuttatni. Ahhoz, hát igen, igen. Hát közben Nagy Józsi írja, hogy a rádiónál, őnála van valami gond, nálunk minden rendben van, mert tudom, hogy rendben van, és itt hallom. Józsika F5. Tudod, ez a szerelés. Aztán nem ráütni, nem belerugni, F5-öt nyomni. És közben puszikálok, és a Juditkát is puszikálom, mert látom én is, igen. És közben Nagy Judit felrakott egy 20 karátos lemezt. Hát ez 20 karátos lemez, nagyszerű, nagyon jó, és aztán Hulin Erzsi azt írja, hogy nagyon jó. Na Erzsike, végre valami szép. Menjünk tovább a dalokkal. 20 karátot lejátszottunk, Zsamozsa, csóró fejem, vagy mi van veled, Szoszi, mi van veled, nekem az is tetszik. Nekem legalábbis az. Ezt az én kedvemért, jó? Légy kedves. Na hát akkor elindítom ezt a Szoszi, mi van veledet, jó? Hogy szóljon akkor. Keresek. Amúgy rá kacsintunk, gratinál trancsádítunk, meg tudj, mi tőle lábléz. Jaj, de viszködővám a tenyerem, adjál kölcsön honlapig egy 50 000-re. Visszaadom, Isten bizony, euróban a dupláját visszaadva. Szerzem, hogyha kell, csak egészséget, egészséget adjon az Isten. I do valley, hey, I do valley, hey, I do valley, I do valley, mit te mire? I do valley, hey, I do valley, hey, I do valley, I do valley, mit te mire? I do valley, te mire? I just butlo vekerap, I do valley, mit te mire? Chimo me pena burcha la disque cotida ay de vale de vale shatvira tambien me dedo tu tu ay te da cambio ma doma te tir de fiti la tuala ay nerde de ti me da alma no me ne 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 ay le 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 ne fiti de la tala ay fiti de la tala ay doma no me ne ne tir de ti de la tua Jaj, de viszked, ma tenyerem, adjál kölcsön honlapig egy 50 000-et, visszaadom, Isten bizony, euróban a dupláját visszaadva. Visszaadom, Isten bizony, euróban a dupláját visszaadva. Visszaadom, Isten
Önök a Merci Rádiót hallgatják, hölgyeim és uraim, 19 óra 10 perc van, és egy zsenge időjárás jelentést szeretnék önöknek beolvasni. Szerintem nagyon meleg van. Hát akkor menjünk tovább. A mai vendégünk Kami, egy nagyon csinos, szőke, fiatal hölgy, aki mulatós dalokat énekel ezeken a lemezeken, amik most jelentek meg, és hozzáteszem, hogy ő saját a maga írja a dalokat, zeneszerzői szövegíró. Ő a vendégünk ma, és meg szeretném a Kamitól kérdezni, hogy Kami, voltak éppen te merre jársz mostanában, hol voltál utoljára legalábbis fellépésen? Egy picit a fellépéseidről hagyj kérdezősködjek. Elnézést, először is, akik most kapcsolódtak be volna az adásba, még egyszer hadd mutatkozzam be, Kami vagyok, és köszöntelik mindenkit nagyon sok szeretettel. Na, igen. Hát ez változó, ugye, különböző helyekre, falunapokra. Jó, hát akkor maradjunk annyival, hogyha esetleg valaki szeretné ezt a kis fiatal, csinos szőke hölgyet meghívni egy falunapra, az nálunk nyugodtan jelentkezhet a mi elérhetőségünkön, és akkor mi kiközvetítjük. Úgy van, drágám? Erzsikének mondtam már. Persze, természetesen, nagyon szívesen én tartom a kapcsolatot a Kamikával, ugyanis ő nem itt él konkrétan Magyarországon, hanem Ausztriában, és van egy csodaszép hajas babája, angyalkája. Mekkora az a pucike most már? Hát 4 éves szerintem. De anyu, azért, már 5 éve. Hogy mondjak, Kamika azért szerintem. Jaj, de én úgy szeretem. Igen, van egy kislányom, akit Angelina Gianna-nak hívnak, 5 éves és 4 hónapos, aki jelenleg a kereszüleivel nyaral Szlovákiában. Még milyen jól megy neki. Igen, nekem nagyon hiányzik, és az apukájának is, de jól érzi magát, és... És te hogy érzed magadat? Én most jelenleg... Én tudom azt, hogy te most nagyon izgulsz azon kívül, mert... nem szabad, szívem, nem szabad. Tudom, hogy nem izgulsz, csak izgulsz. Semmi gond. Hát azt szerettem volna megkérdezni, hogy te osztrákban laktok kint? Ausztriában. Pontosan Leobenben. Azért többet nem mondjál, elég ennyi, hogy Leoben, és kész. Jó, kedves hallgatóknak, nem mondjuk ki a címet senkinek, mert ezek már belső, szigorúan titkos adatok, és nehogy az FBI azt mondja. Na, most ez volt a vicc. És akkor, hát akkor osztrákban, osztrák, ugye? Osztrák. Én miért mondom mindig osztrákban? Ausztria. Österreich, na. Österreich. Donna Veta. Majdnem mondta itt németül a kutyafáját. Csak magyarul. Mert gyerekek, csak magyarul, 100% magyar zene, ne felejtsék el a Merci Rádió hullámhosszán. Szoszi, mi van veled, az imént énekelte Kami, aztán volt a Zsamozsa. Ezek a dalok egy kicsit olyan mulatósra sikerültek, nem? Úgy érzem, Kami, mit szólsz te ehhez a kérdésemre? A 20 karátos album tulajdonképpen fele mulatos, és fele popos, dances. Dances. Mi szeretjük a dance-et, de én megmondom őszintén, ha lehet, akkor inkább a mulatóshoz nyúlok, mert nem tudom, az emberek vagy sírnak, vagy vigadnak. Hát ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy ugye, hogyha az embernek bánata van, vagy öröme, igen, mit csinál? Hát sír, vagy mulat. Így van. Vagy jó, bepiázik. Hát mi nálunk nem fogy az alkohol, de azért a következő dallal szeretnék... Nótázni fogunk. Fogunk, mi mindig nótázunk. A következő dallal szeretünk minden kedves rádió hallgatónak egy nagyon szép estét kívánni, tessenek figyelni. Nagyon jó a dal.
Rádiót hallgatják, hölgyeim és uraim, 19 óra 17 perc van, és nagyon jó a hangulat itt a stúdióban, és közben Nagy Judit felrakta a Kaminak az egyik albumát, legalábbis az egyik dalának, a Visszaadom az a címe. Hát én úgy gondoltam, hogy én szeretnék játszani önökkel egy icike-picikét. Itt a hátam mögött, képzeljék el, anya. Én vagyok a mondd, mi ez a hang? Hallod? Én hallom. Valami csomagot bont ki, csokoládét. Jé, anya, hát megzavarod a műsort. Ez ilyen rádió, ahol meg lehet zavarni. Most sütöttem ilyen csokoládés perecet. Jaj, most hozta a boltból, anya, biztos vagyok benne, nagyszerű. Önök a Merci Rádiót hallgatják, ne felejtsék el. Na most kérem szépen, lenne egy konstruktív javaslatom, amely arról szólna, hölgyeim és uraim, hogy ha valaki figyelt volna, Kami felajánlott az imént nekem egy lemezt, ami arról szól, hogy ha valaki leggyorsabban, ugye akinek jó a memóriája is figyelt a rádióra, hogy miről beszélgetünk, ha valaki megjegyezte, hogy Kami melyik városba, hangsúlyozom, nem országban, városban lakik, és behívja, annak személyesen dedikálva elküld egy 20 karátos lemezt. Ígérem, nem gyémántból lesz a lemez, hanem rendes műanyagból, de Kami küldi a lemezt. Szia, Erzsi, kedves messzicsalát, kellemes estét mindenkinek, most ébredtem, éjszakás vagyok is, még csak kicsit. Adolf, mi Marikának, Dokli, jó reggelt, Marika, és önök még mindig a Merci Rádiót hallgatják, és figyelem a beírásokat, hogyha valaki figyelt volna, hogy Kami hol lakik, melyik városban. És anya közben ide beférkőzött mellém, közben megfogom a combikáját, nagyon jó, nagy. Mindig ezt csinálja velem. Na, nagyon jó a hangulat. Ne felejtsék el megkérdezni akkor, hogy a Kami melyik városban lakik? Én sem tudom. Hát én még tudom. Még sugni sem tudok. Nem is szabad. Aki hamarabb beküldi a város nevét, az azonnal, nem azonnal, ugye ki fogjuk postázni, azaz személyesen Kami fogja kipostázni önöknek a 20 karátos lemezt. Na hát akkor menjünk tovább, azért megnézem, hogy akkor úgy néz ki, hogy na, ezt a csóró fejem, ezt még nem játszottuk le, ugye? Nem. Nem. Kami, mit szólsz ehhez a dalhoz, szerinted? Hát igen, ez a dal egy hajléktalanról született, aki tényleg nincs köztünk. Pistinek hívták, és ő adta az ihletet. Köszönöm, Pistike, odafent is. Igen. Na, hát akkor emlékezzünk meg rá Pistire. Már nem. Már nincs itt köztünk, semmi vége gond. Vége poraja. Amen, úgy legyen, nyugodjon békében. Csóró fejem, hát szólaljon meg akkor ez a dal.
vágom én. Éhes vagyok, senkim sincsen, csak a csillagos ég. Én drága Istenem, csak azt kérem, kérlek, adj erőt, időt nekem. Nem vágyom másra, csak legyen végre egy meleg lakhelyem. Önök a Merci Rádiót hallgatják, hölgyeim és uraim. 19 óra 22 perc van, időjárás jelentés volt, a hívek is megvoltak, és a Kami itt ül mellettünk. Egy nagyon fiatal, szőke, csinos hölgy, aki nagyon jó mulatós dalokat énekel. Anya, mondasz valami szépet? Kami. Ez jó volt. Igazából tudtam én, hogy nem lesz egyszerű dolog, hiszen én nem tudtam megjegyezni, hogy hol lakik a Kami. Akkor ezek után most én sem fogok kapni CD-t. No, hát akkor... Csak annyi különbséggel, hogy mivel mi adtuk ki, azért nálam azért maradt egy példány, de azt nem adom senkinek sem, mert ugye arról játsszuk le az anyagot mindig, amikor esetleg kérik, vagy pedig olyan műsorunk van, amikor éppen az ő órája zajlik. No, de hát ezeket a dalokat azt hiszem, hogy már többször hallottátok, viszont van egy olyan, ami most készül albuma, arról is szeretnék majd bemutatni egy-két dalt, hiszen... De várjál, anya, a Kami nagyon sumákol, úgy valahogyan visszafogott, nem? Kicsit beszélj te is szívem. Szerintem őt egy kicsit most pont ez a dal miatt érzékenyen érintette. Nincs se hazám. Hogy, mi volt a címe, Kami, már rosszul? Se családom, se hazám. Se családom, se hazám. Igen, ez volt a hivatalos pontos címe a dalnak, és én kérek egy fekete pontot, anyu, mert rosszul mondtam be, vagy egy nyakast. Két bokárugást is kapsz hozzá ajándékba, vagy nyakas mellé. Vagy nem foghatom meg a combit. Majd jól rácsapok a kezedre. Jó. Kami, itt hoztál nekünk egy lemezt, amelyeken van 6 darab kész dal. Én ide kattintottam a kettesre. Te mit mondasz erről a kettesről, mert nekem nincs itt cím. Hát ez fogas kérdés. Jó, hát akkor egy picit pillanat, semmi gond, egy picit bejátszom, és akkor meg fogod hallani, jó? És akkor egy kis szerintem elő... Szerintem ez a Madame. Igen. Jó, akkor most megállítom. A Madame, mi az, hogy Madame? Csak nem arra a madámra gondolsz, akik abban a házban dolgoznak és foglalkoztatják a hölgyeket? Halló? Hát talán mondjuk arra is. Arra is lehet, mama. Ez úgy született ez a madám tulajdonképpen, hogy az anyosom mindig azt mondja nekem madám. Aha, értem. Van anyósod, és szereted az anyósodat, de most hallja ezt az adást, nem? Nem, sajnos nem, de... Jó, akkor nyugodtan kérdez. Nem, megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem és tisztelem, és annyit mondok, hogy köszönöm, hogy egy rendes embert nevelt. Számodra. Számomra, igen, és a kislányom számára is. Nagyszerű. Hát akkor szerintem, nem tudom, nagyon sokan azt mondják, hogy ülj az anyósülésre, hogyha valami baleset van, akkor te repüljél. Nagyon sok ember nem szereti az anyósát, nem tudom miért, de én szerintem meg igenis szereti. De tudod miért? Nem. Ebbe közbeszólnék. Na, én szerintem azért ugye, hogy minden anya a gyermekének a legjobbat szeretné, és ugye egy anyuka rögtön észreveszi, hogyha valami nem úgy működik, sundán vagy bundán sundán bundán van, így van.
Én szerintem... Én úgy gondolom, hogyha tegyük fel, nekem fiam lenne. Tegyük fel, de sajnos két lányom van, azt kell mondanom, hogy sajnos, mert egy zenésznek nagyon-nagyon kellemetlen, hogyha a lánya születik. Egy igazi zenésznek, és én sajnos ebben nőttem fel, hogy nagyon szerettem volna egy fiút. Na, de ha nekem fiam lenne is, tegyük fel, megnősülne, és akkor van az, hogy egy fiúnak mi a rossz? Ugye? A, ha megcsalják, ez az első, nem? B, hogyha nem gondozzák, jól mondom? Az A-hoz hozzátenném azt, hogy nem az a fáj, hogyha megcsalják, hanem az, ha megtudja. Igen, igen, jó, köszönöm, kedves vagy. Vagy ott a B, nem a C, hangsúlyozom, mi van akkor, ha tegyük föl egy jó egzisztenciával rendelkező fiatal a fiam van, akinek megvan mindene? És jön egy kis fruska, ahogy az anyósok mondják, és akkor azt mondja, hogy elveszem, mert nagyon szép az autója, hozzámegyek, mert nagyon sok pénze van, eltart, és leszívom. Azaz azt jelenti, hogy kiszívom belőle az energiát, a pénzt, az pénzt mondtam, ne, ezek a félreértelmes beszélni, anyu. És azt veszem észre, hogy nem foglalkozik, nem főz rá, nem mos rá, csak a fodrászhoz jár, a pedikűr, manikűr, műkör, sorolhatnánk, ugye? Ez jó? Nem jó? Hát szerintem ezt a férjelölt is, vagy éppen az emberke is észreveszi és tapasztalja, hanem úgy működik egy dolog, ugye? De én azt mondom, és mindenkinek azt mondanám, hogy attól fontosabb dolog nincs, ugye, amikor az ember a saját gyerekét, mindegy, hogy milyen, honnan jött, hiszen bármilyen szituációból származik, az illető lehet rajta segíteni. De én azt mondom, hogy a gyermekem boldogsága fontosabb nincs. Hát ebből indulnak ki a gondok, szívem. Mert ugye te is ugyanezt mondtad, a gyermekem boldogsága. És a te anyósod, hál' Istennek, te nagyon szereted, mert rendes veled, ami azt jelenti, hogy normális család életet éltek, és rendben van minden körülöttetek. De ahol nincsen, akkor az anyósnak meg az apósnak, de az apósok általában jó van, te filó, de az anyósok azok nagy szájúak, és azt mondják, hogy ez az én fiamnak nem jó. És ezért nem szeretik az anyóst, mert megmondja a kedves lánynak, hogy figyelj, mosogassál el, főzzél, takarítsál, menj a boltba, segíts. Így van, anyu? Hát egyértelmű, hogy segítsen, mert hogyha egy háztartásban élnek, ugye, de... Na mindegy. Az a lényeg, szó, ami szó, te szereted, imádod az anyósodat. Igen, és tisztelem nagyon, is. Nagyon is kell, igen, tisztelni. Igen. Hát innen a messzi távolból küldöm az anyósodnak ezt a dalt, akkor az anyósnak szóljon, és minden kedves rádió hallgatónak a következő legújabb kamidal. Na hát akkor csenduljön fel. Várjál, még egyszer, mert az imént ugye megállítottam, és ez a madám. Akkor madám, jó szöveg. Rosa.
Na kérem szépen, önök a Merci Rádiót hallgatják. Ne felejtsék el, azért megállítom ezt a jó kis zenét, mert aztán nékám itt megy tovább, meg is állítottam, nagyszerű. Na hát akkor nézzük, hogy ki kivel van, vagy hogyan vannak ezek a német osztrákok, mert én tudom azt, hogy azt mondja, no, még egyszer felteszem a kérdést, van-e, ki tudja, hogy hol lakik Kami? Tessék, megvan, az Ica Hajduné be is írta. Nagyszerű, de várjál egy pillanat, azt mondja, Kolgyöngyi, Németországban, aztán a Fehér Anna, Ausztria. Gyöngyi Kim, ne a centrifugát nézed, vagy a mosógépet hallgatod? Szia, drágaságom! Hazaértél. A Miki nem tudja, hogy mekkorát pletyóztunk mi az imént, neki mert? Nem is ezt kell tudni. Györgyike, Kony Györgyikével. No, nem is érdekes. Mi nem frakcióztató? Hogy frakcióztunk az imént telefonon, megbeszéltünk dolgokat, de hát vannak olyan dolgok, amit férfiaknak nem kell tudni, mert úgysem értenék meg. Jó. Na, azt a szóval, Fehér Anna Ausztriát írt, nagyon jó. Az valóban igaz, Annácska, csak a várost kérdeztünk, azt be is mondta az imént a Kamika, és akkor meg is van. Patatata, Hajduné, puszít neki. Csup-csup, icus, legközelebb itt Merci találkozóra is jöhetsz. Leo, az oroszlán király. Leo Benben lakik, Leo igen. Ben, az oroszlánban. Én nem tudtam volna megjegyezni, icukám, te kapsz egy piros pontot is a cup-cuphoz. Kírom, hogy nyert. És egy albumot is, és közben megkérdezni, Miki. Igen. És Erzsike, tudjátok, hogy Leo Ben miről híres? Hát ez fogas kérdés. Nem. Gyerekek. No. A Gösszersörről. Mert ott. Mi van ott? Mit csinál? Ott gyártják a Gösszersört. A Leo Benben. Egyfajta Gösszersört iszom meg, ami alkoholmentes, és legalábbis gyümölcsös. Bugyi Zsófinak üzenem, különben hogy utálom a sört. Szívem, mert csak azt hittem, hogy szerintem is. Hízla! De hogyha Pálinka viszont jöhet. Zsófika, ha hamarabb kértad volna, akkor te nyerted volna meg a lemezt. Ezért meg szeretném kérni Hajdú Icát itt a privátban, légy olyan kedves, küld el a címedet, és azonnal eltüntetem, nehogy maradjon bent a rendszerbe, és személyesen Kami fogod felrakni a lemezt. Jól mondom, szívem? Igen, de ez legkésőbb csak jövő héten, kedden. Jó, semmi gond, ha Magyar Posta az nagyon jó, majd csak jövő héten lesz feladva, de akkor is meg fogja kapni az Ica. Egy nagyon jó kis lemezt. És beleírod azt, hogy Icának? Vagy Icának nagyon sok szeretettel, Kamitól. Nagyszerű. Na, a Bianca nyertél. Igen, az Ica nyert, nagyszerű. Azt akkor menjünk tovább, hölgyeim és uraim, mert mindjárt jön a mese, aztán ránk esteledik. Na hát a következő dalt azért ide betettem, a hármas. Ne a hármast, nem? Szerintem a Drága Istent. A négyest, szívem. Ne, hallgassunk bele. A hármasba hallgassunk bele? Igen, a négyesbe. Csak így, csak most neked belehallgatunk. Akkor a négyesbe. Jó, tessék, szívem, ilyen még nem volt, de hát csak itt, csak neked. Igen, na ezzel a dallal kapcsolatban. Jó, addig leállítom, jó? Felvilágosítást szeretnék mondani. Tessék. Ez a dal... Szolgálati közlemény. Úgy született tulajdonképpen, hogy van egy nagyon jó barátnőm Ausztriában. Igen. Említettem a nevét, Nikita. Nyugodtan, Nikita. Igen, és neki van egy Elton beteg... Elton John. Nancy, my is it wrong. Beteg unokahuga. Igen. Aki ugye 18 éves, és még kislány. Uh-huh. És ő ihletett meg, és neki írodott a dal, Csipasznak. Tehát akkor fogadja a Csipasz nagyon sok szeretettel egyszer, és a kedves... Bocsáss meg, mit mondtál? Kinek küldöd? Csipasznak. Ja, aha, ő egy külföldi ember. Budapestre. Okay. Jó, Budapestre, nagyszerű. Igen. Oké, okay, nagy szóljon Csipasznak is. És a kedves rádióhallgatóknak ez is. Ez természetes dolog, kedves. A kislány, akiről íródott ez a dal, beszél magyarul? Igen, mondtam, említettem az előbb, hogy budapesti. Jó, az imént az gombóc, hallod? A gombóc is mondja magáit. Jó, hát azt beszél. Mondja, hogy igen. Nem, az imént azt mondtad, hogy a kint osztrákban. Nem, figyelj. Ja, ez De kérdezzük meg a hallgatóságot. De várjál, szerintem én a mosógépet hallgattam, semmi gond. Én is, Gyöngyi, majd együtt nézzük a mosógépet. Na hát, akkor csendüljön föl ez a szép dal, ugye? Várjál egy picit. Na? Itt van Suziból fán. Szia, Szuzikám, üdvözöllek. Remélem megfőzted az ebédet a drága uradnak. Nem Kaliforniában még most, csak ebédidő van. 6 órával kevesebb. No, Szuzikám, drágám, hogy miről is van szó? Itt van egy kedves vendégünk, úgy hívják, hogy Kami.
Remélem, hogy a véleményedet kinyilvánítod, hogy hogy tetszenek a dalai. Jó kis mulatos, húzós. Ez biztos, hogy bejön. Ez gyors lesz ez a dalkami, amit most lejátszunk? Igen, igen, de a szövege, a szövegére érdemes odafigyelni. Akkor most figyelem, és most nem a mosógépet hallgatom, hanem a Mercy Rádiót. Ne felejtsék el, 100% magyar zene. Ez az. Gyerünk! Nem jön álom a két szememre, pizsáma, pizsáma zsá. Ezer imád elmondta már az égnek. Bécsőre, drága jó Istenem! Adj erőt, hogy meggyógyuljak, pizsáma, pizsáma zsá. Ha bánat hív, ne zokogjak, Önök a Mercy Rádiót hallgatják, hölgyeim és uraim, ne felejtsék el, Kami a vendégünk. Kicsoda ez a Kami, anyukám? Mi ez a Kami? Hogyan van ez? Légy szíves, mondjad csak el nekem. Egy szőke bombázó énekesnő, de várjál, édesem, aki a Nóta TV-ben nagyon sokszor szerepel. Mostanában a Pertú Parti műsorában láthatják a Jolie-nak a műsorában, de természetesen jelentek már meg korábban is albumai. A Huszkarát című albumát pedig azt mi adtuk ki tavaly, igen, tavaly jelent meg, és nagyon jó dalok vannak rajta. Én nagyon kedvelem, jó mulatos, húzós dalok. Ha valaki szeretné megrendelni nálunk, azt is megteheti, de ki fogom tenni majd az oldalunkra az elérhetőségét, ahol meg lehet szintén rendelni ezt a CD-t, albumot. Aha. Kamileon, nekem ne arra, ugye mindig az jut Kamileon. Kamileon. Kami. Köszönöm. Kamika, hogyan van a WW címed? Hogyan van? Hogy lehet téged elérni? www.kamileon.com
Kami.hu. Hú. Tudod nálunk ez a köszönés? Ez már rossz nem lehet, hogyha húval kezdődik, hiszen 22 órától nálunk az Éjszakai Baglyok műsora mindig a húval kezdődik, és bejelentkezik a csoport, aki nem tud aludni, az velünk együtt mulatja át éjfélig az éjszakát. Anya, azt mondja a Julianna, hogy nagyon jó. Persze, hogy az. Hát a Merci Rádió az nem lehet már szép rossz. Szép mindenkinek, nagyon jó az oldal és a rádió, és puszilok mindenkit. Claudia Barkasi. Barkasi. Jól olvastam? Igen, Barkasi. Claudia, jó estét kívánok, szia, üdvözöllek, és érezd jól magadat köztünk. Remélem, egy olyan társaságra találtál, amire azt mondod, hogy ez az én csapatom, ez az én rokonaim, ezek a testvéreim, mivel a Merci család jelenleg 1449-en vagyunk, elég sok gyerekünk van, nem anya? Igen, van egy pár, nem jó nagyon pár. Akarjuk szaporítani minden áron, úgyhogy... Itt a 49 és az 50 mai nap folyamán körülbelül 5-ször változott. Most már a fogalmazásgátlón gondolkodunk. Hogy? Visszavegyünk egy kicsit a... Persze. Na, Nikle Juliannak. Sok. Na... Azt írja a Mikle Julianna, hogy nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm a Kami nevében is. Szerintem is, én is nagyon szeretem a dalait. Húzós, mulatos. Ő is el van könyvelve mulatosnak, de ettől függetlenül vannak olyan denszes dalai, ami nem mulatos, de poppos, denszes, ami tényleg nagyon jók, de nem mulatosak. Kami, még a Facebookon is fent található, eltalálható vagy? Igen. És az hogyan van? Ő a gombot, azt mondja. Hát nem is tudom, mondjam a privátot. Nem, fenn vagyok úgy rajta, hogy Kami. Igen, Kami, és? Csak annyi, hogy Kami? Haló, haló. Igen. Kami rajongói oldal. Na, hát ez de a beszél. De amit azért hozzá kell tennem, hogy nem én kezelek, ugyanis nekem erre időm nincs, de egy nagyon kedves ismerősöm. Uh-huh. És köszönöm a Tomikának, hogy kezeli. De azért néha bekukkant, azt nem? Néha, igen. Minden este, igen, egyszer. Na, hát az már korrekt. Elmondanám neked, Kami, hogy nagyon, de nagyon sokan úgy vannak vele, hogy megcsinálnak valakinek egy oldalt, és akkor akinek megcsinálják, néha belekukkant, de nagyon-nagyon néha, amikor esetleg úgy gondolom, jóval rájuk nézek már ezekre, de megmondom őszintén, hogy ez is nagy dolog, hogy te minden este oda bekukkantasz, mert nagy dolog. Nagyon sokan nem néznek be egyszerűen, nem foglalkoznak vele, és nem érdekli őket. Ez ellenben a Merci Együttes kedvelő oldala. Én meg úgy vagyok vele, hogy most már negyedik hónapja többet vagyok a családdal lassan, mint anyuval, nem? De azért együtt csináljuk, nem, drágám? Ja, mint annyi mindent, és olyan sok mindent egyedül csinálok, mert ő itt van a rádió. Együtt csináljuk, azt mondtam, együtt csináljuk. Igen, együtt csináljuk, csak én közben elfutok és megfőzök, futok, mosok, uh-huh. Futok, takarítok, nagy futok, vasalok, és sorolhatnám menet közben, de természetesen olyan szerencsém van, hogy ő viszont itt van, és hát meg szabadságot tartja a frontot. Na hát az ötödik dal fog következni, Kami, mit tudsz erről valamit, kis rövidbe összefoglalót, beszámolod? Hát, hogy ezt ha belehallgatunk, készül, belehallgat, Kami, csak neked, köszönöm. Csak itt, csak most neked. Hát igen, ennek a dal címe Pitbull, amit 27-én forgatjuk. Na, állj, lassabban. Igen. Jó, édesem, vegyél levegőt, jó. Na, még egyszer. 27-én forgatjuk Ausztriában a Pitbull című dalnak a videoklipjét. Hoppá, gratulálok, ez jó dolog. Amit remélem hamarosan közvetíteni fog a Nóta TV. Aha, értem. És szerintem fent lesz majd a Facebookon is. Meg a YouTube-ra is gondolom. Kb. Valamikor augusztus másodika, harmadika. Augusztus elején, igen. Szeptember. Jó, beszélünk az augusztusról. Hozzáteszem, kedves hallgatóink, hogy nehogy félreértsék, semmiféle alkohol nincs itt a közelünkbe, hanem a boldogságtól vagyunk boldogak, és ilyen jó kedvünk van, azért ezt hozzáteszem. Kami, miről szól a dal? Mert félre lehet ismerni, félre lehet érteni, mert én nekem először, amikor azt mondtad, hogy hallgassam meg a Pitbullt, akkor nekem automat az a kutya jutott eszembe, ez a fajta. Elnézést, itt a boldogságra visszatérnék, ez nem más hibája, mint az Erzsike sütije. Boldogság hormont adtál ennek a jánynak. Így van, a Pitbull című dal. Igen. Hát igen, nagyon sokan félre értelmezik, és akkor azt gondolják, hogy kutya. Nem kutya. Nem. Na, tudom. Na, hát akkor... Hát ugye, amikor...
picit akkor a szövegbe azért kicsit nyúljunk bele. Miről szól a szöveg? Egy részeges férjről? Aki... Igen, igen, mondhatjuk így is, de hát igen, aki aha. ugye hazamegy piásan, és akkor... Úgy viselkedik, mint egy... Mint egy 5 éves kisfiú, és akkor hisztizik, és akkor balhézik. Ó, ne folytasd, ne folytasd, édesem, induljon a dal, Pitbull Terrier. Keverjed a piát, mert hamar a fejedbe száll. Hold it, te jó ember, te pitbull, pitbull terrier, ne tütözködjél velem, mert ha én is berúgok, tűnhet meg, hogy megbontolom. Pitbull, pitbull terrier, de valóbb a grészeket, ne dilovaj, pitbull, pitbull terrier, fogva már a kicsi szám, nekem te ne pattogjál. Gyere inkább csókoljál! Pitbull, pitbull terrier, de valóbb a grészeken, ne dilovaj, pitbull, pitbull terrier, fogd be már a kicsi szám, neked te nem pattogjál, gyere inkább csókoljál! Táncok perdülünk ketten, vagy összeveszünk örökre, almálom sátteri dédé. Után turogsz kedvesen, mint egy kicsi bakecske, almálom sátteri dédé. Tigratita, holnapra majd ki a szót, figyeld meg, hogy másképp gondolok. Pitbull, pitbull terrier, de valóbb vagy részegen, de dilló vagy, pitbull, pitbull. Terrier, micsoda egy szöveg, nekem inkább, nekem csókoljál, ne pattogjál, ez jó kis szöveg volt, nekem tetszett. Önök a Mercy Rádiót hallgatják, 19 óra 51 perc van, és egy időjárás jelentést szeretnék beolvasni, ez sötétedni. Jó van, megvolt az időjárás jelentés. Anya, mit szólsz hozzám? Haló, 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 itt vagytok lányok, itt buliznak, itt söröznek, eszik a süteményt. Megy a házi buli, élő adás, ez a jó álma hangulat. Ez az... No, na, hogy itt vagyok, most sütöttem egy kis csokoládés perecet. Ez teszkós? Nem. Koppos. Kilfeldi.
Coppos. Én megmondom őszintén, én csak a magyar házi termékeket eszem meg, mert én úgy értem, hogy... magyar házi terméket, azt se tudja, hogy mit teszik, mert megcsinálom neki. A gazdasszony, amit sütött, na kérem szépen, menjünk tovább, Kami. A következő dalral mondasz valamit, ez a hatos, ez a legújabb... Hallgass bele. Hogy lehet, ez már logikus, belehallgatunk egy kicsit. Na, ez egy... Na, most megállítom. Igen. Ennek a dalnak a szerzője, Jolly, és én, hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a szövegbe én belevarjáltam. És megengedte? Nem tetszett. Igen. Megengedte. Megengedte, igen, egyszorra. Aranyos volt, rendes volt. Uh-huh. És tulajdonképpen a dalamot ő írta. Uh-huh. Értem. Igen. Akkor a zenét ő szerezte, a szöveget meg te írtad. És közösen, akkor közösen, mondanám, igen, közösen, szövegíró, igen. Zoli és a Kami. Na hát akkor hallgassuk ezt a dalt, megnézzük, hogy szól ez a Jolly szerzeménye papírforma szerint akkor, és akkor szöveget meg együtt. Na hát akkor csendüljön a dal. Na hát kérem szépen, önök a Merci Rádiót hallgatják, remélem, hogy nagyon tetszenek ezek a dalok. Nekem ez, Kami, megmondom őszintén, nekem ez nagyon bejött. Jó ez a dal. Jó, én is szeretem. Te is szereted? Igen. Na és akkor még a hármas dalt, ugye? Azt nem játszottuk. És még az egyes. Az egyes? Sem. Igen, az egyes. Mondjuk szerintem a gyors után jó lesz egy kis poppos is. Ez poppos lesz? Igen, kicsit poppos. Szerelmes. Na. Ami a szerelmi csalódásról szól. Na várjál, 57, 58, 59, 3 perc múlva fog kezdődni a mese. Én azt mondom, hogy most kiszállunk, nem szállunk ki, hanem beadunk egy mesét. Ugye, Zoli?
Igen. Na hát akkor, hölgyeim és uraim, önök a Mercy Rádiót hallgatják ezerrel, és most szeretnénk keresni egy nagyon jó, szép mesét. Ma milyen nap van? Csütörtök, akkor hétfő, kettszer, a csütörtök, akkor negyed is mese fog menni. Hát akkor, hölgyeim és uraim, most 5 másodperc szünetet kérek az Kamitól, mindjárt folytassuk, mert 8 órakor kezdődik a szívküldi szívesen, és akkor még belemegyünk egy mesébe, mert én általában mindig úgy szoktam, hogyha azt mondom, hogy megvan a mese, akkor megvan a mese. És akkor most szóljon a mese, jó? Szóljon a kis fiatal gyerekeknek, és azoknak is, akik szeretik a jó mesét, mi magyar